Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai nézőket, ez a Csendes Percek műsor. Nem tudom, hogy volt -e olyan lehetőséged más országba utazni, vagy akár ott élni, mondjuk egy fél évet, egy évet. Hát amikor más országban élünk, akkor hamarosan eljövünk arra, hogy hát máshol sokszor egészen másképp működnek a dolgok. mások a kultúra, mások a szokások, más a nyelv, és egészen más az élet. Van, aki szereti ezt, van, aki abszolút nem bírja, alig várja, hogy hazaköltözzön. Miért beszélek itt más országokról? Azért, mert ezen a héten egy olyan országról szeretnék beszélni, ami benne van a Biblia nagyon-nagyon sokszor. És az az Isten országa. Vagy más szóval a mennyek országa. A Biblia rengeteget beszél erről az országról. Jézus beszélt róla, keresztül János beszélt róla, a tanítványok beszéltek róla, az apostolok beszéltek róla. De mi is ez az ország? És milyen ahhoz az országhoz tartozni? Hogy lehet oda tartozni? Hogy lehet belépni ebbe az országba? Ilyen kérdésekről fogunk beszélni ezen a héten. Van az első dolog, amit tisztázni kell az, hogy ez az ország gyakorlatilag egy királyság. A görögben az alapszó az, hogy basília, ami azt jelenti, hogy királyság, vagy szó szerint hogy a királyi uralom, egy birodalom, terület, nép, amely felett király uralkodik. Azért fontos ezt említeni, hogy a mai időkben leginkább mi demokráciákban élünk, és nagyon ilyen a gondolkodásunk, de nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az Isten ország az nem demokrácia. Ez egy királyság. És a királyság fölött áll egy király. És uh, nem szavazzuk meg ennek az országnak a törvényeit, hanem van egy király, aki ezeket kijelenti nekünk, aki, aki hozza ezeket a törvényeket, és, és bemutatja nekünk. És uh, a jó hír az, hogy ez a király egy jó király. És a mai időkben azt mondhatnánk, hogy a demokrácia sem garancia arra, hogy szabadságban fogunk élni. Fontos, fontos, hogy milyenek a vezetők egy országban, ugyanez igaz mondjuk Isten országánál. És a jó hír az, hogy az Isten országának van a legjobb vezetője, a legjobb királya. Mondhatnánk így, hogy Isten, vagy mondhatnánk így, hogy Istennek a fia, Jézus Krisztus, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten az uralmat az ő fiára, az ő fiának a kezére bízza. Ahhoz, hogy lássuk egy picit, hogy milyen ez a király, és milyen alatta élni, hadd olvassam fel nektek Máté 11-ből ezt a pár ige verset. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szedít és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igem gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hát igen, Jézus beszél egy igáról, beszél arról, hogy be kell állni abba, és akkor ebben látjuk, hogy igen, ő uralkodik. De gyakorlatilag azt mondja, az én igen gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Sőt, ő beáll velünk együtt. Ő egy jó király, ő egy megbízható király, ő egy szerető király. Tehát nem kell félnünk ettől az országtól, sőt, minél jobban ismerjük ezt az országot, annál inkább lesz bennünk vágy, hogy igen, én ide akarok tartozni. És a következő napokban egyre többet fogunk látni, tanulni erről az országról, hogy hogyan lehet belépni, milyen az az ország. Az én bátorításom az, hogy nyissuk meg a szíveinket Isten előtt, és lépjünk be ebbe az országba. Amen.